Kultúrműsorral és koszorúzással vette kezdetét a Pósa Lajos képtár megnyitása Nemesradnóton. A rossz idő ellenére sokan gyűltek össze Pósa Lajos szobránál, majd a résztvevők közösen vonultak át a közeli gyülekezeti házhoz, amelyben helyet kapott a képtár. Az állandó kiállítás létrejöttének előzményeit Balázs Zsemese, a Kultúráért Gömörben és Gömörön túl polgári társulás vezetője vázolta fel a jelenlévőknek. A Kultúráért Gömörben és Gömörön túl polgári társulás ajándékba adta a nemesradnóti református egyház közösség számára a Pósa Lajosról Benedek László által készített fotókat. Ez több száz vagy akár ezer fotó is, és lehetőséget adtunk a közösség tagjainak, hogy alkossák meg a saját galériájukat, a saját képtárukat úgy, hogy válogassák ki a számukra legkedvesebb, vagy legfontosabb, vagy legnagyobb értéket képviselő fotókat, annak a sorrendjét és annak a formáját. A helyi református gyülekezet a kiállítás szerkesztésével Pósa Homoly Erzsébetet bízta meg, aki a tárlat bemutatása alkalmával kiemelte azt is, hogy az elmúlt két évtizedben a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Szervezete már több a költővel kapcsolatos vándorkiállítást szervezett. Elindulhatunk jobbra, a fény felé, ahol a szülői ház, az édesanyja, a nemzet gyermekei, a nevelt lánya, a felesége. Köszön vissza! A galériában 20 kinagyított és bekeretezett fotót találunk, de számtalan elismerő oklevél, kordokumentumok, grafikák, valamint 5 kötetbe fűzött album található, melyekben további fotók és újságrészletek találhatók. A további terveink magával a képtárral az, hogy valamilyen módon feljutassuk az internetre, digitalizáljuk. Az első tervünk az, hogy QR kódokkal lássuk el az egyes képeket, és ezeken a QR kódoknak az alapján mindenki rá tud csatlakozni majd, illetve ezeket a QR kódokat felhasználva össze tudja kapcsolni egyrészt az egyes képeket, másrészt pedig az egyes emlékhelyeket, mivel Radnótban emlékhely is több van, és ezeknek az alapján aztán ezek az emlékhelyek össze tudnak kapcsolódni. A galéria Pósa Lajos születésének 172. évfordulója kapcsán nyílt meg szülőfalujában, amely a századforduló nagy meseírójának szentelt első állandó tárlatnak számít nem csak a Felvidéken, hanem az egész Kárpát-medencében.